közel van nekünk. Hogy nem is már kiment, de... Mondta, menjen oda, mondtál!
Köszönjük szépen az óvodásoknak ezt a gyönyörű megnyitót. Tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim, kedves vendégeim! Szeretettel köszöntök mindenkit Tápió Szecsőn egy jeles napon, amely szerintem a történelmünkben még nem fordult elő ilyen nagy esemény. Ugye mindenki ismeri, hogy a hagyomány nálunk Tápió Szecsőn a falunap rendezvénye, amely döntően a népi együttesek találkozójára szokott alapozni, és hát ezen az alapokon szoktuk tartani. De az idén a Vállalkozók Egyesületének köszönhetjük, hogy ilyen nagyszabású lett ez a rendezvény. Én nagyon szépen köszönöm a
rendezőknek, a vendégeknek és mindazoknak, akik részt vettek ebben a rendezvénynek a összehozásában, és azért, hogy ilyen színpompás és ilyen nagyszabású legyen. Én kívánok mindenkinek, hogy jól érezze magát, és legyen ebben a, úgy mondom, forrongó világban, egy kicsit szegényedő világban, egy olyan nap, ami piros betűvel van írva a naptárunkba. És mindenki emlékezzen arra, hogy ezeket a hagyományokat ápolni kell, és legyen ez a falunap nem csak 1995-ben ilyen, hanem 96-ban, 97-ben, 98-ban és így tovább. És azt kívánom, hogy az az esztendő, amelyben most élünk, ettől gazdagabban és boldogabban éljenek a magyarok. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen polgármester úrnak a megnyitó beszédét. Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget a Tápióhegyesi Vállalkozók Egyesülete nevében. Köszönjük azoknak a támogatóknak, akik elősegítették e nap színvonalas megrendezését. Ezúton elindult egy olyan folyamat a vállalkozók és a szórakozást kívánók részére, ami úgy érezzük, hogy jó hangulatot, kellemes szórakozást tud nyújtani önöknek. Én azt szeretném mondani, hogy találkozzunk jövőre ugyanebben az időben. Kívánok az Egyesület rendezők nevében mindenkinek kellemes szórakozást a mai rendezvényhez. Köszönöm szépen! Thank you.
ide már, jó is nagy Viktor. Köszönöm, hogy megtaláltad. Márványné! Most pedig a kalocsaim következik. Na, bácsi neve. Na jössz? Martin, jössz szabadulni? Ma volt a tele? Nem, az a tele.